Üdvözlünk mindenkit! Találkoztatok már olyan háborús TPS-ekkel vagy FPS-ekkel, amelyekben a lopakodáson, illetve a mesterlövész tudásunk kamatoztatásán volt a hangsúly? Hát egy párral biztosan. Volt néhány gyengébb próbálkozás a 2000-es években, mint a World War II Sniper Call of Victory, Sniper Art of Victory, Sniper Ghost Warrior vagy a Marine Sharpshooter széria, azonban talán mindközül a 2005-ös Rebellion féle Sniper Elite volt a legkiemelkedőbb alkotás. Ezúttal ismét újra élvezhetjük, mikor a teli találatok közben megpördül a kamera a golyó körül, majd pedig az emberi testben, belekben, agyban, szívben okozott kárt is részletesen és alaposan szemügyre vehetjük, amolyan CSI stílusban. Vajon még mindig annyira lebilincselő ez a parasztvakító megoldás? A Rebellion Software nem titkoltan erre az igencsak hatásvadász motívumra építi leginkább a játékát, annak ellenére, hogy azért megtalálhatóak benne a klasszikus II. Világháborús mesterlövész TPS legfőbb elemei is. Itt van mindjárt a millió és a helyszín. A romos és változatos Berlinben járunk, egészen pontosan a város ostrománnak utolsó fázisa közben, amikor már a szovjet tankok és bombázók minden házat rommá lőttek. A civil lakosságnak ebben a játékban már nyoma sincs, ami azért egy kicsit illúzió romboló. Oké, értem én, hogy kicsit morbid lett volna civil hullákkal telepakolni az utcákat, de legalább néhány szaladgáló szerencsétlen polgárt berakhattak volna, mert így körülbelül annyira hiteles és életszerű a város, mint egy elhagyatott filmstúdió forgatási helyszíne. A város kidolgozása terén a grafika amúgy viszonylag rendben van, a korabeli plakátok is jópofák, némileg feldobják az állandóan ismétlődő romos házakat és utcákat. Bár nem ezen a játékon fogod lemérni a legújabb videókártyád grafikus képességeit, vagy hogy mit tud a konzolod vagy a Super TV-d, de azért a megjelenítés szódával, no és esetleg egy kis vodkával vagy snapszal itt is elmegy. Ha már vodka és snapsz, akkor ideje említést tennünk az orosz és német katonákhoz kötődő sztoriról, amely ugyan egy II. Világháborús mesterlövész katonáról fog szólni, de egy csöppet sem vágyik az Ellenség a kapuknál című hasonló témájú epikus háborús film papírjaira. A főszereplő amerikai mesterlövészről például az égvilágon semmi sem derül ki a játék során, még a Wolfenstein-t féle B.J. Blazkowicz is kidolgozottabb karakter hozzá képest. A dögunalmas átvezető részeket nagy lelki erővel meghallgatva megtudhatjuk, hogy hősünk feladata, hogy megöljön néhány német tudóst, ezzel megakadályozva, hogy az oroszok kezére kerüljenek, illetve egy szuper titkos háborús rakéta építését is meg kell majd gátolnunk. Az igazság azonban az, hogy hamar elfeledkezünk az egész sztoriról, és inkább a német és szovjet katonák öldöklésére fogunk koncentrálni. A játék legnagyobb részében hősünkkel különféle romos épületek tetején lapulva, vagy irányított tornyokban kushadva, szinte sebészi pontossággal kivitelezett lövésekkel tudunk akár egy kis hadseregnyi német vagy orosz katonát is lemészárolni. Minden egyes találatnál végigkövethetjük a golyó útját, egészen addig a pillanatig, amíg be nem csapódik az emberi testbe, szétroncsolva szívet, tüdőt, májat, koponyát, agyat és a csontokat. Hát nem csodálatos? Tisztára, mint az így működik a tested horror kiadásban. A vérengzés mellett egyébként a különféle robbanó anyagokat is kihasználhatjuk, amikor például egy katona övén lévő gránátot találunk el, akkor a szerencsétlen flótás a levegőbe repül a társaival egyetemben. Hasonló rombolást végezhetünk el a tankok üzemanyag tartályainak sípkáival, elég egyetlen jól irányzott lövés és a szóban forgó harckocsi a darabjaira robban. Mondanom sem kell, hogy bizonyos pályákon épp ez a feladat, és játék lineáris jellege miatt csak akkor tudunk továbbjutni, ha ezeket a tankokat sem legesítettük. Ha már itt tartunk, akkor nem mehetünk el amellett a tény mellett sem, hogy a Sniper Elite második része gyakran fullad egyszerű mészárlásba a gondosan megtervezett mesterlövészet helyett. Az ellenséges katonák ellen viszonylag ritkán kell valamilyen zseniális taktikát bevetnünk. Például a játék elején ugyan megtanuljuk, hogyan kell egy hulla alá aknát raknunk, hogy az odaigyekvő társát elintézhessük, de őszintén szólva ennek a játék közben nem túl gyakran láttam értelmét a sok gyilkolás közben. Az igazán élvezetesek a szabotás akciók voltak, például az a küldetés, ahol egy hidat kellett pokolgéppel távolról felrobbantani, miközben a német katonai konvoj áthaladt rajta. Összességében azért a Sniper Elite V2 egy hagyományos, darálós TPS, amelyet azt tesz különlegessé, hogy messziről kemperkedhetünk a játék 80%-ában. Még szerencse, hogy a multiplayer mód kissé feldobja a játékmenetet,
feltéve, ha van kivel játszani. Magát a hadjáratot is végig tolhatjuk egy haverral, igaz mondjuk nem kapunk semmi extra játékelemet. A Bombing Run nevű multiplayer módban szintén a single pályákat kapjuk meg, viszont itt az a célunk, hogy a szétlőtt járműveink alkatrészeit megkeressük és a végén olajra lépessünk. Az igazán jó pofa multis játékmód azonban az Overwatch, amely során a két játékos két külön szerepet kap, az egyiknek az utcán kell a romok között bujkálni, az ellenséges hadjáratokat megkerülve végrehajtani egy szabotás akciót, míg a másik a magasból, például egy ház tetejéről próbálja kinyírni az ellenséges katonákat, védve a társát. Végül meg kell említeni az egymás elleni multiplayer módot is, amelyet ezúttal csak a PC-sek kaptak meg, és amelyben 16 játékos mérheti össze mesterlövész tudását. A multi egyértelműen a játék legerősebb része, például azért is, mert itt nem találkozunk az agyhalott mesterséges intelligenciával. Azonban milyen jó is lenne, ha mindössze csak a taktikai elemek mellőzése és a gyenge mesterséges intelligencia jelenteni a játék összes negatívumát. Az 5-6 órás egyjátékos mód rövidségén túl igazán bosszantó a fedezékrendszer használatának pocsék kivitelezése és a gránátok elhajításának problémái is. Ha nagyon boncolgatnánk, bizony sok hibát lehetne találni audiovizuális szempontból is, melyek egy részébe pont az elrejtett náci aranyag gyűjtögetésekor fogunk beleakadni. Vigasztalódhatunk azonban kicsit a challenge módokban, melyben a már jól ismert horda mód mellett jó pofa DLC-k is elérhetőek lesznek, mint például a Führer levadászása. További örömködésre adhatok ott az elfogadható hardware követelmények ténye is, mivel már egy közepesebb konfigurációs képes maximális beállítási paraméterek mellett futtatni a játékot. De vitathatatlan, hogy a Sniper Elite V2 igazi, echte B-kategóriás cucc, de azért a jobbik fajtából. Tipikusan az a játék, amelyről biztosan nem fogunk kódákat zengeni, de azért egy-két délutánt el lehet pufogtatni vele. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!